klubja a belga Ostende elengedte, így hazatérhetett a válogatottban hosszú évekig szókimondása miatt mellőzött, ám most újra meghívott középpályás Vas Ádám, aki a kiesés ellen küzdő MTK-t választotta. A Hungária körútra szerződve a szezon végéig, a Ferencváros nevelésű játékost, mint a héten műsorunkban elmondta, a Fradi vezére is szívesen visszacsábította volna tavaly. Sérülései után most új reményekkel vág a tavasznak. 25 évesen az MB1-be is belekóstolva. Ádám a vendégünk, szia jó reggelt, jó reggelt kívánok. Ádám van már MTK-stetkód? Még nincsen. Lesz? Sosem lehet tudni. Azt mondták, hogy egy sorkorában nagy reményekkel külföldre szerződött magyar focista tér most haza egymás után. Mi lehet az oka szerinted ennek a tendenciának? Sajnos az elmúlt, elmúlt évem nem úgy sikerült, ahogy, ahogy szerettem volna, és, és úgy gondoltam, hogy ö, az esetben az MTK egy olyan választás lesz a számomra, ahol, ahol esetleg ö, újra olyan formába tudok kerülni, mint, ö, mint évekkel, az elmúlt évem ö, előtt. És, és nagyon bízom benne tényleg, hogy, hogy olyan teljesítményt tudok majd nyújtani, amivel. Ö, én is hozzá tudom majd tenni a, a, a részemet a csapat sikereihez. Azt, hogy az elmúlt éved döcögött, a korábbi jó teljesítmények után, ugye voltak sérüléseid is, de igazából mi volt az oka, amikor nyilvánvalóan ez hát erősen el, foglalkoztatott, meg, meg, elszomorított? Ez elég összetett dolog. A belgiumi fél évemtől azért, azért sokkal többet vártam, és, és tényleg amikor amikor kimentem először, és részt vettem az első edzéseken, akkor szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptam, mind a csapatársaktól, az edzőtől, a, a, klubigazgatótól. Aztán sajnos úgy, úgy, alakultak a dolgok, hogy, hogy a vártnál kevesebb lehetőséget kaptam, nem tudom milyen oknál kifolyólag, és, és úgy döntöttem, hogy, hogy, hogy hiba lenne, hogyha, hogyha tovább maradnék Belgiumban. Uh, onnan, hogy elmenjél, és hogy merre lépjél tovább, milyen lehetőségeid voltak? Mérlegeltél-e más külföldi szerződést? Voltak más lehetőségeim, igen, de azt kellett szem előtt hogy egy olyan csapatot kell, hogy válaszak, ahol, ahol tényleg minden hétvégén lehetőséget kapok. És megmondom, hogy szintén nagyon, nagyon örültem az MTK megkeresésének, és, és úgy éreztem, hogy, hogy ebben, a, ebben a pillanatban a, a, mostani helyzetemet nézve, ez számomra a leg, legmegfelelőbb választás. A Fradi most nem keresett, meg, amint említettem, Orosz Pál mondta itt a héten, hogy, hogy abban az időben, amikor Moniz döntött a, a, angol menedzser mintára a szerződtetésekről, és hát nem fogadta meg a klubvezetés javaslatait feltétlenül, akkoriban ő téged javasolt. Most kerestek a fradi -tól. Ez így van, ugye nyáron a Fradival edzettem, és sajnos végül is nem jött össze az, a, a megállapodás. Most nem, nem volt semmilyen megkeresés a, a Fradi részéről. Garami Józsefvel hosszan tárgyaltatok. Mi győzött meg, mivel győzött meg az öregmester? azt mondom őszintén, szóval nem Garami József úrral tárgyaltam, és nem ők győztek meg, hanem, hanem tényleg az MTK-ban egy olyan lehetőséget láttam, ami, ami a számomra a legmegfelelőbb lehet, ugye számomra most a legfontosabb, hogy hogy minél többet játszok és, és olyan formába kerüljek, hogy, hogy tényleg olyan teljesítményt tudjak nyújtani hétvégéről hétvégére, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Amilyen igazolások történtek idáig, kimered jelenteni, hogy a kiesés az száz százalékig is biztosan elkerülhető? Nem mondanám, azt nem merném kijelenteni, de de úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős kerettel rendelkezünk, és, és úgy gondolom, hogy nem lesz probléma a bennmaradás. Kanta Józsival milyen páros lesztek labdaszerző a labdaosztóval? Én megmondom őszintén, eddig csak tévében láttam, és, és eddig csak hallottam róla, dolgokat és, és tényleg így edzésen vele játszani és tényleg testközelben látni, hogy, hogy milyen játékos vagy valójában. Hát igazából lenyűgözött már az első edzésen, tehát tényleg, tényleg óriási tehetség, tényleg egy vezéregyénység, ami, ami minden csapatban elengedhetetlen, és hát nagyon bízom benne, hogy meg fogjuk érteni egymást a pályán. Milyen számodra szokni a magyar NBA légkörét, ugye még most nem mérkőzésen, de mégis csak itthon élve, itthon edzve, itthoni körülmények között, az, itthoni, az előbb is a kontrolizsony az itthoni futbalistákat talán annyira nem ismerve, igaz? Furcsa? Ez így van. Uh, igen, igen, furcsa, de, de én mindig is szerettem itthon lenni, amikor csak a szünetben jöttem haza, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy tényleg mit is, is takar ez a közeg, és hogy, hogy milyen is lesz. De, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy játékosok játszanak itt van a Magyar Bajnokságban, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy, mégis mit hoz majd ez a fél év. Mit tudsz arról, hogy az MTK-nál, ahol ugye már Torgele Sándor is ott van, rajtatok kívül még lesznek-e nagy fogások? Hát Igazából nem, nem tudok ö, ö, semmi híre szolgálni, de úgy gondolom, hogy ez nem is az én, én ö, feladatom. Nyilván ö, a vezetőség ezt látja, hogy esetleg még hova szeretnének, hogy milyen posztra szeretnének új játékosokat igazolni. Meglátjuk, hogy hogy ö, mit hoz a jövő. E, Itt honról jobban be lehet kerülni most a válogatottban Mit gondolsz? Egy meghívód már érkezett. Így van. Ö, hát ezek kapcsán a, ugye a, az összetartások kapcsán úgy gondolom, hogy azért az itthon valamilyen szinten előnyben vannak. Így, hogy ugye hétről hétre összehívják a válgatottat Valószínűleg valamilyen szinten igen előny az itthon játszók számára. Mit szóltál ahhoz, hogy Pintér Attila lényegében látatlanban bizalmat szavazott neked? Meglepődtem, nem titok, és, és, és nem is vártam a, a meghívót, de, de nagyon boldog voltam, és, és, nagyon bízom benne, hogy, hogy a továbbiakban is lehetőséget fogok majd kapni. Ez azt gondolt, hogy egyfajta rehabilitációt is jelent neked, ugye te közismerten szó mondó vagy, ahogy ezt említettem, és hát nagyon masszívan is szilárdak a, a bunda ellenes nézeteid. Ez így van. Nem bántam meg semmit, amit, amit mondtam, és nekem mindenem a válogatott, tehát ez, ez, ez nem titok. Úgy gondolom, hogy egy futballista életében az egyik leggyönyörűbb pillanat, amikor magár húzhatja a válgatott mezt. És, és nagyon remélem, és én is mindent meg fogok tenni azért, hogy a továbbiakban is megkapjam a meghívót. Ádám, végül hosszú távú tervek, ugye fél évre szerződtél. Aztán mi lesz? Az NTK szereplésétől is függenek a továbbiak, vagy ez mindenképpen csak egy fél éves kirándulás lesz? Nem, nem foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy, hogy hogy mi lesz majd a, a fél év után, csak arra koncentrálok, hogy hogy olyan teljesítmény nyújtsak, hogy hozzá tudjam tenni én is a, a magam részét eh, ahhoz, hogy, hogy bent maradjon a csapat, és utána majd meglátjuk, hogy, hogy alakul tovább. De hogyha azon gondolkodsz majd a további pályafutáson, mert elég hosszú ideig ö, tarthat, ö, akkor most inkább néhány évet itthon, vagy pedig habozás nélkül újra külföldre, hogy olyan ajánlat van hamar? Nem vetem el azt sem, hogy, hogy esetleg itthon maradjak, azután a fél év után, attól függ, hogy milyen lehetőségeim lesznek. Tehát ha esetleg egy olyan lehetőséget kapok itthonról, ami számomra kedvező és, és megfelel, akkor akkor, akkor, maradok itthon. Tehát per pillanat nem, nem, gondol, nem, gondolkodom úgy, hogy, hogy csak külföld, vagy ezután a fél év után szeretnék újra külföldre menni. A lehetőségeimtől függ majd, úgy gondolom. Ádám, akkor minden esetre jó tavaszt, meg, meg, meg visszatérést a magyar pályákra, az MTK-nál. Köszönöm szépen, Nagyon szépen, köszönöm. köszönöm szépen.